Nos, sőt, vennek így kell kinéznie? E, nem tudom, mindjárt kiderül. És bocs, hogy ilyen sokára lett ebből videó, sajnos karavánokat indítanak ide. A wifi is így érkezik, meg az összes komment. Bad parentinge. Story 1. Mister egy. Mr. Redfish. Oh. Azt hiszem, most lesz sötétebb a dolog. Eldigeltem ezt a számot. Ó, oh, jó napot! Uh, hello, ijesztő vagy. Mondjam, megint késő jöttél haza. Ja, a nevem Sun, oké. Okay. Na, sok volt a dolgom. Egy kicsi szimpátiát, ha lehet. Oké. Okay. De ma van a napom. Ja, az mondjuk ciki akkor. Ó, oh, ó, oh, persze tudom. És akkor hol az ajándékom? Szívás, nincs ajándék? Öö, ez az én szövegem. Hallottál már Mr. Vörös Arcról? Ja, Mr. Vörös Arc az én vagyok, amikor bókot kapok. A jó gyerekek születésnapján Mr. Vörös Arc titokban hagy nekik egy ajándékot, amíg alszanak. Ó, jaj, alig várom, tényleg? Persze! Ha meg akarod kapni az ajándékot, azonnal el kell menned aludni. Már is megyek az ágyamhoz, anyu. Helje, a. Oh. Megint átvered a kölyköt? Hányszor jöttél haza már ilyen későn? Hát, nem tudom, ugyanakkor Szida Lajhárnak van egy elég, eléggé jogos felvetése, miért jön haza ilyen későn? Dolgoztam is későn ért véget a műszakom. Á, ah, érthető. Fosák! <laughs> Bocsánat. Ez teljesen váratlanul ért, jó? Bocsánat, ez tényleg visszakézből jött. Még mindig azt hiszed, hogy egy idióta vagyok, nem? Te jó ég, hogy hajolsz ide? Majdnem hátra a székembe. Hé, vissza a szobádba, te kis szar! Ó, oh, oké, okay. azt hiszem megvan, miért ez a játék neve. Ne átsorogj itt és hallgatozz a felnőtteken. Rendben de sima lett minden. Ja, a képernyő felbontás az, az ilyen, szóval ez, ez marad így, de te sima minden így hirtelen, te jó ég. Annyi FPS számom van, hogy nem tudok addig számolni, tehát háromnál több. Hú, ja, a kettes voltam matekból, hagyjál. Ja, szóval, hogyha így beszélsz a gyerekről, te kis szar, meg ilyesmi, akkor ja, gondold át a dolgaidat. Ha, Hát, mondhatsz nekem bármit Mr. Vörös arcról, vagy arcvörösről, vagy mi a neve. Én keresztül látok rajtad. És rajtad is. Fogadjunk, hogy iszol. Ez ilyen, nem tudom, ilyen globális hagyomány, hogy alkoholizálni kell, mert ugye mindenki felelősség teljes. Minden gyerek érdemel szülőt, de nem minden szülő érdemel gyermeket. Mondjuk, ja, ez, ez para. Ha nekem itt kéne jellem. Ide érzem a molyírtót egyébként. De visszatérve, ja, ez a te kis szar. Hát, uh, itt a szomszédot hallottam itt kiabálni a gyerekkel. Még ez volt talán egy éve. Hogy a gyerek üvöltve sírt, valószínűleg elesett. Gondolom én. Nem tudok ide bemenni, jó? Ide viszont betudok. Hát ez gyönyörű hely, mondhatom. Ez a szobám. Na mindegy, visszatérve ugye szerencsétlen gyerek az üvöltött. Tény, hogy az agyamra megy a kölyök. Ez, ezt nem fogom tagadni, nagyon az agyamra megy, mert ugye ő az, aki így kiabál, hogy egy, egy, egy minden alkalommal. És senki nem szól rá, hogy hé, hey, egyébként nem kéne korreggel vagy késő este üvöltözni az utcán, meg az udvaron meg hasonló. mindegy, szóval a gyerek valószínűleg elesett, és hát apuka az így kiabált neki, hogy bocsánat a nyelvezetért, de hogy megmondtam bazd meg, hogy nem ennyi arra, nem? Megmondtam neked, hát most megkaptad bazd meg, és így jó, rendben van, el nem tudom képzelni, hogy egyébként az ilyen az minek áll szülőnek, nem tudom engedélyhez kötni, vagy fogalm sincs, hogy lehetne ezt jobban szabályozni, de borzalmas, nagyon sok ember van a a fertő, és ahogy látom itt is ez lesz a helyzet, na de javítsunk a videó hangulatán, ugyanis van itt egy csésze, e, nem, ez egy WC papír, még jobb, nagyszerű, meg van egy tévém, hát na, azt hiszem aludjunk. És most lett ez para. Még a vörös arc ide bejön, akkor balhé lesz. Ah, igen, vihar, de szeretem hallgatni. Alig várom, hogy elmenjen az áram, meg ilyesmi. Fúj a szél, és így azonnal. Bocsi, nincsen áram, 21. század. És... Jó napot, hello! Hello, hello, én is integetek, csak nem látod. Hopp! Hát te mit hoztál? Piros az arca, úristen! Ez tényleg ő? E, jó, oké. Okay. Áhagy oda? Én csak úgy teszek, mint hogyha aludnék, tudod. Oké, okay, valami üvöltözésre számítottam egyébként. De fölkeltünk. De várj. Ide jöttél. Mit keres ez itt? Na mindegy. Ez a, az ajándék Mr. Vörös arctól? Ilyen nincs. De biz, Hello. Szia, Ron vagyok. Oh, hello. Nem számítottam arra, hogy beszélni fogsz. Mi te tudsz beszélni? Még jó, engem varázslattal készítettek. Én nem fogom megkérdőjelezni, gyerek vagyok. Ugyanaz a nevünk, és még ugyanúgy nézünk is ki. Ez mondjuk para. Így van, a gazdám csak neked készített. Ha oh, valakivel nagyon jóba vagyok. De a nyakad egy kicsit lazának tűnik. Jaj, ne. Mi ez foreshadowing? Mi bajos előrejelzés, vagy mi ez nem tetszik? Semmi baj a gazdám néha, követel hibákat. Csak egy kicsi bibi a többi babáihoz képest. De ami mostantól a legfontosabb az az, hogy én leszek a legjobb barátod, újúj. Ez csodásan hangzik. Akarsz valamit játszani velem? Hm, a gazdám a szekrényben tárolja a játékaim. Á, akkor azért ment oda. Ide tudod nekem őket hozni? Persze, menjünk, kalandozzunk. Hadd szóljon. Hello. Még mindig be van szorolva? Újra tudod próbálni? Miért kell kiabálni? Hát ez nem nyílik. Én megpróbáltam, nem tudom kinyitni. Csináljunk valami mást? Éhes vagyok. Te? Én mit szóljak? Egy baba vagy. Tudsz egyáltalán enni? Nem, te fogsz majd enni. De én majd tudok érezni mindent, amit eszel, az, az jó hangzik, az eléggé gazdaságos. A gazdám csatlakoztatta az összes érzékszervedés érzelmet hozzám, hogy könnyebben meg tudjalak érteni. Ez ember igazán átélhetné. Kicsit több lenne az empátia a világban. Aztán ez lenyűgöző. Hát akkor megyünk, eszünk. Nem tudom, mit igazából. Ide nem tudok bemenni. Telefon. Ide se tudok bemenni, ugye? ugye, De egyedül vagyok, és miért van ott alkohol? Itt egy üzenet. Ezt az üzenetet délután egykor olvasod, nem? Te kis álomszuszék. Elkészítettem a kedvenc ételed. Úgy új, pizza? A hűtőben van, szóval ne felejtsd el megmelegíteni, mielőtt belefogsz. Észrevettem, hogy mostanság hanyagolod az evészetet. Tudod, hogy nincs sok időm otthon, szóval kérlek, tanulj meg magadról gondoskodni, hogy ne kelljen aggódnom, érted ennyit. Még egy dolog, ne felejtsd el bevenni a gyógyszereid evés után. Jó, szóval be kell vennem a normál pirulákat, minden világos. Ja, hát akkor... Mondtam volna, hogy ülj le ide, de egész jól helytelsz, úgyhogy megyünk erre. Wow! Ez... Ez milyen búbánat. A nem tudom, de a tányéra van fagyva, úgyhogy meg kell melegíteni. és hogy vagy? Hogy telik a napod? Minden jó? Ó, oh, kész is van! Hát ez aztán gyors volt. És, á ah, ott vannak a pirulák. És most... Elére minden? Elhát. Ez a kedvenc ételed? Akarod, hogy mutassak egy varázs trükköt? Vagy a bármikor? Igen, kérlek. Rendben, mostantól soha nem fog kifogyni az étel ebből a tányérból. És meg tud romlani, mert azért oké, okay, hogy nem fogy ki soha, ez tiszta sor. De ha megromlék, és akkor nem fogy ki soha, az egy átok lesz. Minden alkalommal, amikor befejezed az evést, a tányér újra meg fog töltődni, mint ahogy volt eredetileg. szóljon. Én benne vagyok. Hát ez visszatért. Azt a elképesztő. Mi más tudsz még csinálni? A... Ja. Mozgatni a palackot, és el fogod törni, akkor engem megvernek. Már te most itt áll? Várj, mi? Ez hogy Oh, hello. Mi? Ez végig is mi volt? Hát nem tudom, vörös arc valószínűleg azért milyen borvilágos vörös, mert hát eh, nem azt mondom, hogy iszik, mert a vedelést kitalálták. Nem tudom, van ötleted? Ó, ne az üveg, apa el fog verni emiatt. Yep. Remélem még alszik. Az apukád? Ne aggódj, a gazdám elvitte az apukát. Hogy? Mit ejtette? Mi a váltságdíj? Spagetti? Mit mondtál? De tényleg? He? Csak rehabilitálni kell őt, nem fogva tartani. És nem veszem be a, a pirulákat, jó? És tényleg nincs itt. Há' hova tetted? Zsebedbe van vagy mi? Mesélj! Hol van az apukám? Ahogy mondtam, a gazdám elvitte. Elcseréltem balacért, nem tudom. Miért? mert az apád egy rossz ember. Wow. Hát annyi biztos, hogy őszinte vagy. Gyakran üt meg és kiabál veled. Az ilyen szülőket elviszi a gazdám, hogy megvédje az olyan gyerekeket, mint te. De ez túl sok, apa nem érdemli ezt meg. Ő egy rossz ember. Nem, ő nem az. Kérlek, engedd el az apukám, könyörgöm. Rendben, rendben, de a gazdám nem fog ennek örülni. Egy kicsit hosszú az út oda, ahol az apukádat tartja. Mi, mi vagy vagy hol? Le kell vágnod az utat, olyan baszki az utat, jó, azt hittem az majd majdnem azt olvastam. Le kell vágnod az utat ahhoz, hogy időben meg tud menteni. Mondjuk, ha le kell vágni az ujjadat, akkor... Ja, majdnem csináltam egy heavy rain utalás, de inkább nem. Sean, so mutasd az utat. Át tudsz vágni a szekrényeden keresztül. Helje, megyünk Norniába. Nem akarsz velem jönni? Gyere. Na mindegy, akkor megyünk. Már itt vagy? De aztán jó nyomod, haver. Sokat gyakoroltad otthon mi. Na, gyerünk. Hát ez nem nyílik. Még mindig nem tudod kinyitni. Ez elég kiábrándító. Hát akkor a szülei szekrényét kell használnunk. És az mivel másabb? Mivel rosszabb? Mivel jobb? Miért nem azzal kezdtük, ha már ott voltunk? Tudnod kell, hogy ezek a szekrények lehetnek akár portálok is. Én ezt nem kérdezem meg, továbbra se. Akárhova el tudnak vinni téged, oda is, ahol az apukád van tartva. Mi <laughs> az, hogy ott van tartva? Elvitték a sziklára. Próbáld meg. Palit elvitték Alcatrazba, beszarok. Nincs itt semmi se. Ó, igen, elfelejtettem. Van néhány dolog, amit meg kell tenned előtte, hogy működjön. Azt mondod, oké. Okay. Hozd ide az apukád rádióját, és tedd a szekrény elé. Sokáig tartott, mire ezt kitaláltad, mi? Mi ezt így kell csinálni? Hadd szóljam. Ez a rádió úgy fog működni, mint a egy liftnek a gombja, csak először be kell állítanod a frekvenciáját. Ha a megfelelő frekvenciát választod, a szekrény oda fog nyitódni, ahova menned kell. Na, akkor állítjuk is be szépen a kosút rádiót. Miért ne? Hát ez nem segített. Vagy de? Mi a szerez. Úgy tűnik ez nem az, próbáljuk újra. Honnan tudod? Na hajrá, még egyszer. Uh, hello? Uh. Szerintem ezt ne csináljuk többet. Az előbb itt volt a körből a kislány. Tudod itt Jól, 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 lesz vater nélkül, menjünk aludni. Ez aztán bajos. Á, ah, egy fehér portál. Szerintem ez a jó. Ja, megyünk a Mátrixba. Menj előre és lépj nyugodtan! Én itt maradok és őrzöm a házat. <laughs> Oké. Okay. És ha be, jön egy betörő, mit csinálsz? Mi, lenyomod magad a torkán? Mert csak erre vagy képes most. A. Oh. Ez nem tetszik. Miért van ez itt? De, de most, hogy itt vagyunk Narniában, mit kéne csinálni? Egész békés itt minden, bár szerintem jönni fog egy kopasz matek tanár, hogy megüldözzen egy vonalzóval. Na, jó napot! Uh, hello! Mizu! <laughs> Mi lenne? Azt se tudom, hol vagyok. Az apukámat keresem. Írt körül. Az apám neve Bruce. Úristen, ő Batman. Pillanat. Nagyon sok Bruce van itt, kicsit több részlet. Ez a Bruce egy jó Bruce, vagy egy rossz Bruce? Ajaj, mindjárt leírjuk. Hát az apukám az a féle ember, aki gyakran lesz mérges. Szóval egy rossz Brusz, lássuk csak. Igen, eddig jó. Menni fog ez. Még mindig elég sok rossz Brusz van, több konkrétumot kérlek. Mit csinál? Gyakran kiabál. Eddig jó, még mindig nem elég az információ. Néha megver. Hát, e, e, ja. És meg is pofoz és... Gondolom ez így mondja, hogy és, nem az, hogy és. Van, van, a hangsúlyozás között éles különbség. Ennyi. Az ajtó mögötted van. Most, most mit csinálják ezzel? Tök jó, itt vagyok valami fantazi világban, egy szekrénybe bezárva, és még itt se szabadulok a bürokráciát, eszem meg el. Na jól, menjünk. Hello? Elnézést? Bú! Ti meg kik vagytok? Haha, -ha, megijedt. Én ugyan nem? Úgy nézel ki, mint egy mi. Ti kik vagytok? Mint te, azért vagyunk itt, hogy megtaláljuk a szüleinket. Mi itt maradunk egy kis ideig. Akarsz csatlakozni? Bocsánat, épp sietek. Oké, okay, később találkozunk. Hát rendben van. Mi a szar van a fejeden? Vagy vagy ez a hajad? Na mindegy. Ez csak egy kicsit bajós. Mondjuk ez is, de nem tudom. Valahogy itt nem tetszik nekem valami. Mindegy be a Matrixba, azt hiszem. Yep. Mit keresek itt a textúrázatlan szobába? Mi van, Fater? Nem telepítetted fel a Counter Strike source vagy mi? Na szóval, beszélj csak. Apa? Kérlek, hagyd abba a büntetésem. Nop. Én vagyok az apa. Kérlek, hagyd abba a büntetésem. Nop. Mit tett veled? Gyere, menjünk haza, vagy Mr. Vörös elviszi mind a kettőnket. Kérlek, hagyd abba a büntetésem. Nop. A világ összes büntetését megérdemlette szarházi. Na de nézzünk körbe. Aha. Amúgy ez egy zsákutca, hova fogok bújni, ha jön Vörösarc? Varázsige. Ja, gyere velem, légy szí, mondjuk. Ez mi a szar volt? Valami elvitt, gondolom. Ajjaj! Te mi a felét csinálsz? Haló? <laughs> Kitöröd a nyakadat, miért? Hé, hey, mi a bajod? Vajon mi lenne? Miért bujkálsz a szekrényben? Mert olyan jó az idő idebent. Nem látod, füvet ültetek. Mr. Vörös arc elvitte apát. Ja. Szomorú vagyok. Ó, oh, hát az egy jó dolog akkor. <laughs> Jaj, baszki, ez nagyon... Hogy angol kifejezéssel éljek, fucked up. Nem viccelődöm, hát én sem. Rú Egy hosszú történet hadd magyarázzam el. Hogy van a játékbabád ma? Jól van. A baba? Anya, honnan tudsz róla? Egyértelműen tudok róla, hiszen nem vetted be ma a gyógyszeredet. Ö, ups. Ez nem az első alkalom, hogy ilyeneket halucináltál be. Mindig egy más történetet mesélsz el, de a közös tényező mindig az a hülye baba. Nem emlékszel az előző alkalomakra? Te most gaslight engem, vagy mi? Nem. Sóhaj. Nem tudom, mi a baj veled. Csak menj aludni, már úgyis éjfél van. Mióta voltam mint bezárva a szekrénybe, te jó ég. Minden oké? Okay? Oké. Okay. Ja, csak te vagy az. Mit csinálsz te ott a levegőben, haló? A. Igen. Ez mi? Azt hiszem elkapott vörös arc. Ja, nagyon elkapott. Mi történt, fiam? Jó vagy? Hát, legalább aggódsz értem. Most már jobban érzed magad? Igen, anya. Mr. Vörös? Minden rendben, holnap kiveszek egy szabad napot, és itthon maradok, hogy gondoskodjak rólad. Hála az égnek éppen rohadtul ideje volt, tényleg? Ígérd meg, anyu, megígérem. Most feküdj vissza Nem, nem lesz ennek jó vége. Jó, anya? Nem, nem lesz jó vége. Azt hiszem, föl is keltünk. Anya? sohaj, megint megszekted az ígéreted. Ja, hogy ez nem az első. Oké. Okay. Hát jó. Ja, végül is beszéltek a babával, hogy hello, miért tépózoltál ott nekem a levegőbe. Mi történt veled? Haver, hogy? Ja, én is azt mondom. Wow. Hát téged aztán helybe hagytak. Mégis mi történt veled? A gazdám a szart is kiverte belőlem. wow. Szépen beszélje. Nem örült annak, ami tegnap történt. Sajnálom, ez az én hibám. Amúgy láttad valahol az anyukámat? Elvitte őt a gazdám. Na, hát akkor elkapjuk őt is. Mi? Most történt. Sajnálom, hogy nem tudtam megállítani. Hát te mindent megpróbáltál, szerintem. El kéne menekülnöd, mert vissza fog jönni, és téged is elvisz. Ja, az egy jó ötlet. Nem, meg kell mentenem az anyukám és az apukám is. Mondjuk le a, a alá előtted kölyök. Hogyan? Nem látod, mit tett velem? Hát jó ja, eléggé ki vagy. Csak nem? Van nálam egy jegy. Ezt találtam az apám börtönében. Ezzel szerintem le fogjuk tudni győzni. Ez, ez, ez a varázsiga, hogy mister Mr. Vörös arcot? Gyerünk, gyorsan menj be a szekrénybe és keresd meg, hol tartja az anyukád. Let's fucking go, elkapjuk. Mr. Vörös arc, Mr. Kék arc lesz, mert megszorongatom a nyakát. Hülye szarházi, mit képzel? Na itt van nálam a varázsige, és... Hát is srácok itt mit csináltak a sötétben? Kit kukkolunk? Fedezzetek, ne kiugrom. Ah, oh, ott valami nem stimmel. Gyorsan dobd be a varázsigét, majd bújj el. Hova? Oké, okay, megyek. Ide jó. Na és most figyeljük, mi történik. Oh-oh. ez nem tetszik. Ott a vörös a. Vörös arc, ez az. Oh-oh. oké, okay, most lett valaki hamuvá égetve, szerintem. És most? Örülsz? Mert én nem. Jó, hát akkor megyünk. Hát, értem én, hogy miért akartátok, hogy kipróbáljam ezt a játékot, de egyelőre szerintem ez túlságosan sötét hangulatú ez a csatornához, és nem akarok ízléstelennek tűnni se kreténnek. De ez, 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 ez eléggé komoly eddig. Mi történik veled? Hát, megrázta az áram, vagy megsütötték. A gazdám lelet győzve. A varázsat rajtam kezd elhalványolni. Á! Ah, el fogsz tűnni? Ne aggódj, én ezt akartam. Menj ki és lásd a szüleid. Te voltál az igazi MVP. Na nyomás. Hello, ismét minden rendben van. Mi a helyzet? Hogy vagyunk? Hello. Haló. Sziasztok. Apa? Anya? Megszabadultatok. Hát, Hát Fatár nem szabadult meg semmitől, szerintem. Legfeljebb a józan eszétől. Viszonyod van mi? Mondtam, hogy a munkával voltam elfoglalva. Hazug. Jó van, szid, ha te mondod. Elhanyagolod ezt a családot egy másik férfiért. Nem szégyelled magad, hogy a fiadnak hazudsz? Hát ha szerinted ő hazudik, ha de mondjam, hogy te mi vagy. Te kiköpött rá gumi arcu. És mi van veled? Azt hiszed, te jobb vagy nálam? Itthon vagy és egész évben csak élősködsz rólam. Milyen apa vagy te? Na, ehhez a beszéd. Akármit is csinálok, az az én dolgom. Még mindig én hozom haza a pénzt és tartom el a gyereket. És ha még azt hiszed, hogy egy kurva vagyok, akkor már csak még jobban magad alá süllyedsz. Hát az anyuka két nyelven tud, magyarul, meg igazul, feltéve, ha ez tényleg igaz. Áuch. Még egy szó. Rendben, mi ketten elválunk. Hát ez egy határozott döntés. Valamelyikünknek ki kell költöznie ebből a házból, hogyha még itt leszel, holnap viszem a fiamat és megyek. Te maradsz pontosan itt. Ám úgy néz ki. És most, mit csinálunk? Ismerőse. Jaj, te voltál vörös arc, fogadjunk az alkohol miatt vörös az arcod, ugye? Hé, akarsz unózni? Hát? Egyértelműen segít a helyzeten. És tényleg ővörös arc, eszem megáll. Nem engedem meg, hogy ez megtörténjen. Zseniális ember vagy. Lelk 10 per 10. Hát, eléggé szaggatottan mozogsz, minden rendben? Vármi? mi? Ki vagyok én? Jó, akkor... Miért mentél be a szobámba, amúgy? Várj, mi? Hogy? Na, ne szórakozz velem! Úgy tudtam, hogy az foreshadowing! Azt a rohadt... ez... borzasztó. Ah, baszki. Ja, hát ez-ez-ez kemény, erre nincsenek jobb szavak. Nem, nem, nem! Ez nem lehet igaz nagyon sajnálom, Ron. A szekrényed szerintem most már ki tudod nyitni. Hát annyi biztos, hogy egy-két ember, aztán nem érdemel második esélyt se. Az elsőt se érdemelte meg. VIX. Ja, hát jó napot. Epp, ez én vagyok. Miért nem tudok erről semmit? Mindig is tudtad. Geszlájtoltam saját magam. Mert én vagyok a tudó részed. Aha. Próbálta tagadni és elutasítani ezeket a dolgokat, és saját kis történeteket találták ki, hogy jobban érez magad a apukáddal kapcsolatban. És nekem kell visszavezetnelek a valóságba? Annyiszor próbáltam annyi módon, hogy elfogadtassam veled az igazságot a lehető legenyhébben. Hát, annyi biztos, hogy ez a Mister Vörös arc, ez kidobta az ablakon az enyhe kifejezést. És talált ki, mi történik, ha nem járok sikerrel. Tiktak bum. A memóriát törlődik egészen a kezdetig, ami az az éjszak, amikor az apád megölt. Damn. Fú, baszki. Mióta vagyok halott? 14 napja. Korrekt. Nem lehetett olyan rég mi történt igazándiból, igazából. A szüleimmel, az apád, ő egy olcsó motel szobában bujkál. Hát akkor elkapjuk őt. Ja, yep, eléggé bujkál, ahogy látom. Megjöttem. Ah, ez a hang. Gyere haza velem, apa. Ja, várj, ez én, én vagyok, amikor bementem oda a... a, a textúrázatlan szobába. Ja, yep, eléggé ki volt adva. Mi van anyával? Ő még mindig lát engem, nem? Így igaz. Mert csak késő este van otthon. De napközben... Fiam? Ja, yep, tűvé teszi a házat. És... Yep. Jó, most már összeállt a kép. Ezért ez, 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 ez durva, ez nem szarozik. Nem szarozik. Nem szarozik egyáltalán. És akkor a varázsigét itt dobtam be, vagy mi? Itt meg a két smith éppen próbál kihallgatni. Van bármi nyoma a férje búvó helyéről? Hát nem úgy néz ki. Azt mondjam valamit lejtett. Bizonyám, az micsoda? Ez egy motel névkártyája. Jó, lebuktatom. De nem hinném, hogy az enyém. Úgy, úgy, odaadtam neki a varázsigét. Hé, hey, gyere csak. Látod ezt? Ja, yep, szép kék kártya. Killer Fader Arrested. Úgy kell neki. Mágjára vele. Ez aztán sötét. Na hello, hát. A euh, vörös arcot elkaptuk, azt hiszem. De milyen áran? Ó, oh, megyünk Narniába, a ja, menjünk, szerintem is. Jó napot! Örvendek, miért vagy a tűzben, amúgy? És te a kocsiba. Jaj, ne! Most esik le, mi ez? Hát. Fuh. Jó, oké, nem szarozik a játék, nem szarozik. És azt hiszem vége. Hát. Ez súlyos, én azt mondom. Azt hiszem, azt hiszem végeztünk. Fanart Gallery. Oh, Jézusom. Aha. És itt, ja, tényleg vannak fanartok. Ne ott vagy te szarházi, te baldi Jó, hát. Legalább ez a szoba, hol Úgy mond, hogy egy ilyen modern kifejezéssel éljek. Szóval, ja, ahogy a videó elején mondtam, oké. Okay. Jó. Jó, ez egy kicsit enyhített a hangulatot, a helyes, helyes, erre szükség volt. Ugye a csatornán nem szoktam komoly dolgokkal foglalkozni, mert az én csatornám inkább másra van, hogy az egészet elfelejtsük, hogy a világ szar. Van elég problémánk a folytonos emlékeztetőn kívül de ahogy a videó elején megmondtam, minden gyerek megérdemel egy szülőt, de nem minden szülő érdemel gyermeket. És az a baj, hogy ez túlságosan valóságos az én ízlésemnek, de talán ez is volt a lényege, mindegy, hát, ja, de hát van ez így, nem mindig lehet jól szórakozni, néha meg kell döbbenni, úgymond. És ha már döbbenet, akkor én ezt be is fejeztem, és megyek kínzom magam valami mással. Vigyázzatok magatokra és egymásra, jó? Na csáó!